Sziasztok, ez itt a Bögre csatorna, én Balázs vagyok, és folytassuk a Crusader Kings 3 Bohém Let's Play sorozatot, ott, ahol legutóbb abba hagytuk. Esetleg, hogyha valaki nem nézte volna végig az előző részt, akkor lemaradt arról, hogy megszereztük ezt a frankó kis armort. Vagyis, mostanában egy új armort szereztünk, és a régit megkiállítottuk, és ez mindenfajta tök jó módosítókat ad nekem. Gondoltam, kezdjük ezzel ezt az epizódot. Ez volt az, amiben még a legidősebb, de a második legidősebb bátyám így intézte a dolgokat. Itt továbbra is éheznek az embereim, remek. Mi lenne, hogyha nem átgyalogolnátok az arcomon, öcsém? Hát hihetetlenek vagytok komolyan. Hagyjatok már visszatöltődni, ha már kellett jönnöm segíteni ebben a háborúba. És tartok meghallgatást. Talán utolsó meghallgatásom, de sose lehet tudni. Na, mit szeretnétek, emberek? Először is a feleségem érkezik, és azt mondja, hogy szeretné megtanítani a hölgyeket olvasni. Oké, ez nekem tetszik. Emancipáció meg minden. Legyen. Következő. Csernin Likovsky, aki egy bátor, empatikus. És jaj, ő akar a családomról írni ilyen dolgokat. Oké, itt van pénz, írjad meg fele. Közben felmentem 10-es grandeur szintre. És végül pedig az utolsó az Aneska polgármester, aki szeretne egy feastet az én nevemben. No strings attached, your leash demands it. Hosting a feast and a feature with the reward of court grandeur value. Ezt kell választanom, mert paranoiás vagy arbitrári vagyok. És 200 forintot nekem kell fizetnie. Mindenképpen fizet nekem 200 forintot. És hogyha mostanában tartok egy feastet, akkor az növeli a court grandeur value-t. Oké, tudod mit? Ez nekem tetszik. Akkor tartsunk egyet. Közben itt van az az ember, aki ugye mondja, hogy hogy ír a családomról. Nem unatkozhatok, nagyon kell figyelnem. Meg ő be is számolt itt a családi dolgokról. Jó. Hold an exotic feast. 83 stresszt vesztek. Igaz, nincs egy darab stresszem sem, de muszáj most megtartani, mert hogy értitek. Te miért nem töltődsz vissza? Na végre. Szóval muszáj megtartani, mert kíváncsi vagyok, mi történik. Household efforts, még több stresszvesztés. Én annyira stresszmentesen élek, hogy azon mi hihetetlen. Most már megint rossz az egészségem, oké. Beszélgetek egy hölgyel, mélyör riksával, vénkecske is megnyalja a sót, vagy valami ilyesmi. Veled mikor ér véget a békém amúgy? Kíváncsiságból. 2 év. Üh. Oké, meglett a feast, viszont nem látom, hogy kaptam volna érte bármit is. Viszont az Eager Reveler meglett, ami azt hiszem nem ad semmi egészség pluszt. Diplomácia, intrig és Opinion of Reveler plusz, de mindegy is. Újabb háború, ezúttal a populista uprising a császárom ellen, és itt van az eseménynek az a befejezése, hogy 10 Court Grandeur-t kaptam. Azt hiszem most viszont akkor felmentem a maximálisan érhető Court Grandeur-re, nem csak szintben, hanem konkrétan számban is. Igen, 100-on volt az előbb. az elég menő. Na jó van, most már te megint nem töltődsz. Túl sokan lettetek. Menj oda, mert ott tudsz visszatöltődni, te pedig kövesd. Mert itt úgy látom, hogy folytatódik még a háború. Nem kötöttem még meg Salamon a fehér békét. Volt neki egy fia, Jákob. Jákobnak érdekes... Érdekesen felnőttes haja volt. Na, te itt tudsz töltődni ezen a mezőn, az tök jó. Te meg akkor ezen a mezőn tudsz töltődni, vagy éppen Moszkva alatt itt. Ami szintén működhet. Itt van az a nagy sereg. Na most, ha ő felénk indul, akkor abból lehetnek problémák, de nem fog. Mert nem buta. Defender of the Faith. Be fogjuk fejezni ezt a perkfát, de durva. Legalábbis most minden jel arra mutat, hogy be fogjuk fejezni. Aztán persze lehet, hogy mindjárt meghalok egy fél nap múlva, de... Nem rossz jelek. Maguk módján.
Megvárom, míg azért elég sok összegyűlik, most már elég sok összegyűlt, és akkor támadhatunk. Ugye itt vannak, hogy be tudnak segíteni, de szerintem késő lesz a segítség. 31-es Count Leopold Bécsből fogja vezetni ezt a sereget, nem pedig az a hóhér. Ja, nem is segítenek. Jó, akkor most egy elég egyszerű kis mészárlást fogok tudni itt végezni közöttük. Megöljük ezt, aztán utána ezeket is. Megpróbál majd elfutni, de nem engedhetjük. Ó, ezt ezek egyenlőnek jelöli ezt a csatát. Gondolom egy folyóátkelés penultit azért kapunk. De hát egyszerű így is. 68% ez, úgy csinál a Salamon serege, mint hogyha ők is itt lettek volna az elejétől, meg mintha bármit is csinálnának, de aktuálisan mindent mi intézünk. Újabb claim. Ezeket a claimek, most már több claimet nem rakok le, mert ezeket most már el kell kezdeni presszálni, különben ha meghalok, akkor magammal viszem a sírba. És most jelenleg van 2. Az egyik itt Milcénában, a másik pedig Lodaburgban. Meghisztam. Wait, what? Miért? Ne. Fogyjunk le. Fogyjunk le. Van, aki tud segíteni a lefogyásban. De kicsoda. Food Taster. Például ő. You will lose weight more quickly. Yup. Gyere, te vagy az a kóstolóm. Kell egy Royal Architect is. Meg kell egy High Almoner. Az a feleségem lesz. Igazából feltöltjük itt szépen most a királyi tiszteket. Még egy Cupbearer is. Nem tudom, zenész az most rendelkezésre áll-e? Ó, oh, remek, Tomás, borzasztó zenész vagy, de nagyon jó lesz, hidd el. Ugyan már én megbízok a vazalusaimban, ne beszélj csacsiságokat. A Courtier Scorned. Ja, az a baja, hogy igen, mi szeretnél lenni? You are right, you deserve a position. Az a baj, nincs már neked pozíció, amit adhatnék, úgyhogy... Persze, azt mondtam, hogy amúgy igazad van, és így tökre ráhagytam. Igen, igazad van. Pozíciót kéne kapnod. Bye! Szólj, ha még segíthetek valamiben. A pápa nem boldog valamiért. Láttatok azt a morci képet? Aj, azért, mert egy törpe. Második Urbán pápa egy törpe. Ok. Legalább a satyjától magasabbnak tűnik. Boleszlávban nem bízom. Ő amúgy az örökösöm, de csórikám... Hát rosszabb állapotban van, mint én. Meg van sérve, fél lába van, részeges. Én meg itt... Hát én meg 73 évesen annyi bajom van, hogy elhíztam egy picit, de mindjárt lefogyok. Egy percig se aggódjatok. Most már ez a háború lassan véget érhet? Nem, egy ideig már tart, és így annyira nem érzem. Armor Inspiration. Köszi, de az előbb már készítettek nekem armort. Ha ez megvan, akkor utána szerintem mehetünk ide. Megpróbáljuk bevenni még Obran Ossot. De 99% most már csak felkattog 100-ra. Elvileg igen. És akkor mehetünk haza. Na, köszönöm. Én ebből kaptam ilyen minimális presztízset, miközben megnyertem a háborút neki. De... Ó, hagyjál már! Álmos! Queen Zsófia ellen! Mi a vihar? Queen Zsófia átvette... Kálmántól? Akkor nem tudom, mi történik felétek. De ez egy támadó háború, és nem akarok bele folyni. Bocs. De szeretném intézni a saját dolgaimat, ennek az embernek a meggyilkolását. De legalábbis politikai gyilkosságot. Mert hogy csak a földjét veszem el, de azt nagyon durván. Még azon gondolkozom, hogy fel kéne itt vinni a... ezt. De nem tudjuk. Na, elhívták valamelyik gyerekemet a bányatóba. Jaj, csak nehogy valami baja essen. Oh, no. Lecseréltem a csata vezetőjét menet közben, és nem cserélődött le. Hanem majd a csata után cserélődött le. Néha fura vagy játék. Active election. Még mindig nem én vagyok az, akire szavaz. Na, de amúgy tök sokan szavaznak rám. Én meg is kapnám? Elvileg megkapnám, de úgy érzem, hogy én hamarabb meg fogok halni, mint a Kaiser Welf. Nagyon stresszes élete van, de úgy látszik is csórikámom. Meg láttuk is, ahogy intézte az ügyeit. Mikor kapott rám egy...
húkot, de nem is az a lényeg, hanem az, hogy nem sikerül megvan az utolsó perk, és ezzel kimaxoljuk a perkfát. Az más kérdés, hogy nem tudok átmenni máshova, mert kell a small boost, és nem is azon voltunk, te jó ég. Fine, oké, megint jól érzem magam, megint behív Salamon háborúba. Most komolyan srácok, ezekben nem megyek be, ezekbe a fostos háborúkba, és én vagyok a rossz fiú, mi? Nyilván elfogadom, mert megkaptam a múltkor is, hogy kimutatom a fogam fehérjét, micsoda? Bocsánat. Szóval volt egy ilyen komment, hogy kimutatom a fogam fehérjét, hogy csoda áruló vagyok, nem segítek az Árpádoknak. Attila vére. Na mindegy. Szóval, most akkor megint el kell gyalogolnunk a világ fucking végére? De jó. Hát nagyon szívesen megyek. Szólj bármikor. Ezt közben odaadom egy csendemesnek. Én is sikerült lefogynom. De jó, ez tényleg jó, amúgy. Őt is megtámadhat, nem csak nem tudom, mert állnak a seregeim. Szóval... Oké. Még mindig utál, Szöcsi? Hát, nem utál, csak nem akar vazalusom lenni. Nem ugyanaz a kettő. Senki nem, így önszántából. Őket meg sem tudom kérni, gondolom ahhoz köthető, hogy nem vagyok önálló. Valószínűleg itt az, aki ő önálló lett egy picit. És akkor látta, hogy óha, hého, ez az nem jó. Próbáljuk újra. Duke Petr of Moravia. Végül meghalt a Svat... Ja, a Svat... Ő a fiaszemű gyerek! Svatobornak a fia. És megörököltem a fucking Jeruzsálemi királyságot. Oké. You United King lesz az regália. Sokkal jobban néz ki ez a regália egyébként, mint ami nekem volt. Ez ugye 0-2-0-0-2-0-2-4. Ez 15%-os fertility. Haszontalan, de kösz. Mi történt amúgy a csávóval? Aki itt volt korábban? Nem veled? Így a... Igen. Most én vagyok Jeruzsálem királya is. Title History. Halálra itta magát, és nem volt gyereke? Amúgy van gyereke. Akkor ott is hathatnám neki, Jakubnak ezt a földet. Nekem annyira nincs szükségem őszintén szóval Jeruzsálemre. Spouse or concubine. Ja, de akkor viszont Bajorországhoz kerül. Hajaj. Jó, akkor picit megtartom. És mi van, hogyha a második fiának adom oda? Közben befejeztük itt ezt a fát. Invalidálódott a háború. Na, állj egy picit. Szóval, a teológus learning és monthly piety. Oké. Tehát, van itt ez a másik ember. Ugye az önökölcsém volt, de kinek volt a fia? Nem neked. Nem neked. Neked volt a fi... Nem, neked Svatobir volt a fiad. Akkor neked. Igen. Tehát, oda tudom, de neki nincs még egy fia. Egy fia van, összvisz. Ó, de kár. És ha odaadnám a mostani trónörökösömnek, Boleszlávnak, csak neki már van földje. Hát ez nagyon izgalmasan alakulnak itt a dolgok. Konrád, van bárki így a családban, akinek nincsen földje? És így a közeli családból, tehát Duke, ott, itt van például, ott állnak két fia is van, akinek nincsen földje. De mind a kettőnek van igénye a magyar trónra. Figyelj, te szimpatikus, melyik legyen? Bereda legyen, vagy a másik? Letoszlav. Legyen Bereda, figyelj Bereda, te szimpatikus vagy nekem. Mi lenne, ha megkapnád Jeruzsálemet? Gyere el hozzám az udvarba, van beszélni valóm veled. Ő egy okos embernek tűnik. Figyelj. Most figyelj. Várjátom. Kirakom ide, mert valami közben történik. Megint meghíztam, hál' Istennek. Prandial Access. Hát igazából arról beszélnek, hogy milyen extravagáns bulikat csapnak, és én azt mondom, hogy csak a legjobb való az én udvaromba. Oké. Amúgy így...
Ó, közben benne vagyunk ebben a háborúban, egy holy warban, amit mi kezdtünk. Oké, ezt meg kell nyernem ezek szerint? Utánadhatom át? Na, hogy így Jeruzsálem bekerült a HR alá, és onnan nem is fog eltávozni egyhamar. Jó, akkor mi megnyerjük ezt a háborút. Ja, de várjál, nem tudjuk megnyerni, mert ott van a seregünk Ruténiában. De jó. Hát de jó, akkor fehér béke. Mert elvileg mi indítottuk ezt a háborút. De így nem. Nem nagyon tudom megvédeni, az a baj, a hazát. Ez gond. Na figyelj csak, és akkor esetleg át tudom adni ezt a címet, vagy nem, mert háború van. Grand Titles, és Kingdom of Jerusalem. Vagyis Jeruzsálem, Duchy of Palestine, Kingdom of Jeruzsálem. Igen. Losing Vessel. Ok. Na, ő megkapta ezt. Ah, még ezt is oda kéne adni neki. Most ez hozzám tartozik. Látok. És most, ha vele tudok beszélni, akkor viszont odaadhatom neki a kardot, vagy mit. Tehát azt mondja, hogy kapsz egy mace-t. Meg, azt hiszem most ezt el kell fogadnia. Meg majd átadjuk ezt is, ezt a hercegséget. Jó. Meg, még várjál, van még valami. Miért nem tudok neki többet adni? Igen, van még ez a korona. Ezt is megkapod, cseh korona, de nagyon jó lesz, hidd el. És utána pedig megkapja majd ezt a földet. És remélem meg tudja védeni itt a hazát. Vagy legalábbis fehér békét meg tudja kötni. Tehát akkor még kapsz nekem... Vagy adok neki... Hogy tudom átadni neki vajon ezt? Duchy of Urdunt. Sehogy, igaz? Nem tudom aktuálisan átadni. Akkor átadom a főnöknek. Grant Vessel. Ez így. Ezt odaadom neked. Igen, jó, és ezt majd elintézitek egymás között. Oké, na, örülök, hogy ezt megoldottuk. Örültem, meg tök jó volt, hogy megkaptam Jeruzsálemet, csak abszolút semmi szükségem nincs erre. Úgyhogy inkább volt vele baj, mint más. Ja, és akkor a háború továbbra is az enyém, igaz? Ez a háború, ez továbbra is az én problémám. Én megadom magam. Ó, 841 forintot kapsz, akkor nem adom meg magam. Akkor megvárjuk, míg... A másik... Vagy a ruténi háborúnak vége? Dude. Oh, fuck you, ruténiai dude. Hazahozom az embereimet, diszbandolom őket, és majd hónapok után összehívom megint őket Jeruzsálemben. Whatever. Tényleg. De hogy ilyet... Mi lett a vége annak a háborúnak? Nem derült ki, igaz? Na jó, akkor itt ne szomjon, hazajönnek az embereim. Ez teljesen rendben van. Ez bunkó dolog volt tőled. Jó, hát most mit csinált volna? Tudom, de hát akkor is. Földekből pont jól vagyunk. Oké. Fejleszteni esetleg lehetne még valamit? Mondjuk egy Duchy Building. Nem, még nem járott a technológia. A Bra Innovation-t nem ismerjük. Itt Mildigben nincsen semmi. Ugye Manor House akár lehetne is. Az micsoda? Nem ismerős. Kultúrával amúgy így rendben vagyunk már. Még 9 hónap és akkor leszünk ilyen nyelvtudósos emberkék. Na, hazaértem. Disband, 5 hónap, ok. És közben összerakom őket itt. Vagy ez nem annyira akar kijönni. Hát figyelj, megnyerem ezt, de nem is akarom megnyerni ezt a háborút. Addig fogjuk ezt a háborút. Nézd meg! Nem megyek seg... Tudod, hogy megyek segíteni, de aktuálisan nem megyek segíteni, hanem majd... Majd, hogyha szólsz, hogy miért nem vagy itt, akkor majd küldök pénzt. Szóval nem tudok amúgy elmenni oda. Azt hittem, ezt a háborút megúszom, hogyha lerakom a területeimet, de aktuálisan nem. Nem tudok levenni oda, nem tudom itt összehívni az embereimet. Hanem itt kell összehívni, lehajózni oda a világ másik végének, a csücskének a legtávolabbi pontjára. És aztán megtenni, amit meg kell tennem.
És még azt mondják, hogy ez a karakter stresszmentes. Nullán van a stressze, meg mit tudom én. Leash von War, hát ez van nagyon jó már amúgy. Anglia meg Lotharingia azért szép nagy hatalmúak lettek. Itália meg ugye nem hozzánk tartozik. Most már nem én vagyok az örökös, hanem Prince Heinrich, aki a fia. De nem is számítottam rá, hogy én leszek. Azért durva, hogy a Count Boleslav az is már egy nagyon öreg ember. Vajon hány utódot fogyasztott el ez az uralkodó? Vajon hány utódja volt már? Legalább három, nem? De annál csak több. Jó, nem látok semmi jó tábornokot. Úgyhogy, mármint olyat keresek, aki esetleg gyorsabban leér, de hát olyan nincsen. Ugye most hajóra szállunk, és akkor oda megyünk Jeruzsálembe. Ilyen napon amúgy már én is mehetnék velük. Ilyen... Hogy hívják ezt? Na, arra. Tudjátok. Erre itt. Ó, már nem kell Mystic Communion tartani, mert már nincs szükségem XP-re. Szóval Pilgrimage-re. Egyes a bishopom. Mikul, mi a vihar történt veled? Infirm lettél. És előtte sem voltál túl okos. Közben pedig sikerült a Linguist Tradition-t megszerezni. Juhú! Na azt mondták nekem, hogy egy csomó olyan emberül a tanácsomban, akinek nem kéne. Én ebben nem vagyok teljesen biztos egyébként. Talán a Spymaster-met le lehet cserélni. De a többi nem aggaszt, mert hogy ott ilyen tök okos emberek vannak, és ez most nekem kicsit priósabb. Mint hogy itt... Mert alapból szeretnek a vazallusok, szóval igazából ezen a ponton kit érdekel. Meghalt a tanácsnokom, Rosnata. Na erre pont most mondtam, hogy milyen okos. Nem baj, mert Petro jött a helyére, és ő sem nagyon buta. 17-es, és ő nagyhatalmú, ugye ő a Svatobornak a fia, a félszemű. Nem tudom, vagy 2 éves kora óta félszemű. Még végignézem az egész családnak a felemelkedését, meg aztán félszeműsítését. Közben megérkezünk, úgyhogy mehetünk végre csatázni. Én egy fehér békével abszolút boldog lennék. Ezt most mondom. Tyranny of King Salamon. Ezt meg gyeri simán nélkülem is a Salamon, szóval... Nem tudom, mi volt ez a hiszti, hogy ennyi segíteni mindenképp. Countess Denkáról tud egy titkot. Hát mondd el. Deviáns. Jó, hát ki nem az. Ha jobban belegondolsz. Ott el tudnám kapni? Mert nekem egy darab jó csatagyőzelem is megfelelne arra, hogy esetleg rövidre zárjuk ezt a háborút. Bár valószínűleg muszáj lesz elfoglalnom azt a vilaját. Ez eléggé kétesélyes csata. Mondjuk nem is a legjobb tábornokomat küldtem oda sajnos. Petition Leash. 45 Borders. Hát próbáljuk meg, most mi baj lehet ebből. És megfortifyolt a borderemet. Fort level plusz 2. Garrison size plusz 20%. Ja, meg az van, hogy ugye most én elindítatok még egy kulturális változtatást. Ez igazi kultúrember lesz. Reform Czech Culture, és akkor hozzáadhatok itt még egyet. És meg is fogom tenni. És lehet, hogy most mehetünk egy 4000-essel is akár. Family Business. Base progress and skill impact on cancer task is increased by 10% for close family members. És a családtagok vannak ott a tanácsban, akkor gyorsabban dolgoznak. Hereditary hierarchy. Tyranny loss csökkent is. Lone Rain bónusz plusz 25%. Nem bíznak a rossz uralkodókban. Viszont többet fizetnek. Igazságosak az uralkodók, ha legalisták vagyunk. Jó, Martial Ceremonies, ez tök jó. Metalworks workers esetleg? Most azért nézek 4000-eset, hogy egy kicsit izgalmasabbá tegyük a dolgokat. Vagy ilyen nagy kajálósok legyünk. Feast activity drágább, de hogy sokkal több pozitív cuccot ad. A regional a koni az még mindig drága. Social az ugye, most csináltunk social-t. A nyelvészet a social-nek számít.
Warfare. Mountaineer. Winter Warrior. Minek? Ah, mert szerintem a Realmből fogok egyet választani. Culture Blending. Hybrid Culture Creation Cost minus 75%. Rusted Culture Can Learn. Igen. Culture Acceptance. Plusz. Hát egyikre sem mondanám, hogy olyan őrülten menő. Ez a Long Range bónusz plusz 25%, ez mondjuk nem rossz. Meg a Tyrannil az úgyse leszünk tiránok annyira. Custom Construction Cost minus 15. Legyen a Hereditary. Jaj, hát bocsánat, 1164-ig ezt még nem tudjuk beadni. Hát akkor nem. Jó, akkor jó, hogy végigolvastam az összeset. De akkor már tudjuk, hogy majd ha esetleg oda kerülünk, akkor azt kell felhasználni. Na jó, folytassuk a háborút. Minusz 14. Elég sokat kattogott abba az irányba, hogy... hogy ilyen nincs meg a war goal. Úgyhogy amint ezt viszont bevesszük, akkor szerintem végeztünk is. Mutina meghalt a tanácsomban. A helyére kancellárnak, akkor... hát... ők nem túl okosak. Petro meg még kevésbé okos. Nevezzek őt, aki így sokkal jobban ért hozzá. Zdenkát meg kell majd... fenyegetnem. Ha nagyon nagy baj lesz belőle. Nem, nevezzük ki őket, mert akkor megkapják majd azt a bónuszt, hogy kedvelték az... a... elődömet majd a következőnél. Oké, a Worn Language Manual-t viszont meg kell javítani. Hogy a fiam is tudja majd forgatni. És hát lehetne egy új perkem, csak hogy tele vagyunk perkügyileg, úgyhogy nem. Nem lesz. Count Conrad. Ó, biztos, hogy őtől el akarta venni a földjét. Ez a problémája. Én ezt így fehér békét, ez mit szólsz? Köszi. Please fogadd el, mert nincs kedvem ez a háborúhoz. Jó. Innen azért haza tudok menni, igaz? Tehát nem kell rendesen hazahajóznom. Mert ez barátságos területnek számít, vagy baráti területnek a maga módján. Oh, fuck you. Nem számít annak. Hát akkor irány haza. Amstettenig fogunk most menni, de jó lesz nekünk. Szerintem konkrétan meg fog halni, mire hazaér az a sereg. Rossz az egészségem, 76 éves vagyok. De cserébe nincs semmi negatív módosító rajtam. És akkor most amúgy még kéne egy háborút beadni Milcénia ellen. Nagyon remélem, hogy addig hazaér a csipet csapat. Mert hogyha nem, akkor elveszítjük a klémet. Hát nem nagy ügy. Inkább az, hogy most rengeteg pénzt veszítek, az sokkal jobban zavar. Tehát 13 arany, csak azért nem tudtam diszbondolni a seregemet. Mert ez nem számított friendly területnek apparensen. Pedig amúgy annak kellett volna számítania. Megint én vagyok a Welfnek az örököse. Örököse? A trónvár... az ifjú trónvárományos. Pincs már join the war. Ja, még ez tart. Ez a háború? Hát fehér békét közd meg, azt menjetek dolgotokra. 57%-on van, de amúgy szépen csapódja őket Salamon. Itt Mizu, itt még mindig Zsófia ellen lázadnak. Úgy látom. Álmos. Ez az Álmos, ez a Lászlónak a fia. Igen, és neki van egy... ja, tényleg a lányom a férje. Felesége, vagy mi. Liberty Faction hazament. Na, jönnek a katonák. Most már mindjárt otthon vagyunk. Kérek pénzt a pápától. Lengyelország ellen milyen hadat lehetne üzeni? Ó, kis harmadik Boleszláv, hát de cuki. Nem derül ki ebből, mert állnak a seregeim. Amúgy Lengyelország szépen kiterjedt északon. Az előbb még ez nem volt így. De úgy látszik, hogy lassú vízpartot most ebben az esetben is. 7100 emberem van, ez nyilván jelentősen le fog csökkenni, hogyha hatalom átadásra kerül a sor. Na, még mindig nem, még mindig nem. Közben még valaki meghalt a tanácsomban, ezúttal a marsallom. És akkor kinevezek olyan embereket, akik amúgy nem értenek hozzá, de végül is miért ne ülnének be a tanácsba. Jó, hazaért az ember, ami azt jelenti, hogy
5 hónapig nem tudom felállítani ezt a sereget, de utána támadhatunk, úgyhogy ez majd a következő részben fog megtörténni. Köszi a figyelmet, innen folytatjuk majd akkor. Sziasztok!